A Nyugat-Dunántúl legnagyobb kulturális seregszemléjére az idén is mintegy 2000 diákot várnak. A háromnapos programot ezúttal is a Goldmark Károly Művelődési Központ szervezi egy új, fiatal és lendületes csapattal. A helikoni ünnepségek sajtótájékoztatóján Manninger Jenő arról beszélt, Keszthely a kultúra városa, és ehhez a két évente megrendezett ünnepség is hozzájárul. Ez egy nagy hagyomány, hiszen Keszthely irodalmi központ volt a korábbi évszázadokban is kultúravárosa, és a legbüszkébbek lehetünk, hogy a diákok jönnek el ide. Ilyenkor körülbelül 2000 diák van három napig Keszthelyen, és erre készülnek, és itt színvonalas előadásokat tartanak, egy gála műsorban be is mutatják, de az a legfontosabb, hogy tulajdonképpen Keszthelyhez kapcsolódik ez az élményük, egy kulturális élmény, és aztán ebben a legjobb missziót is teljesítjük, amellett, hogy természetesen ápoljuk ezt a hagyományt. A helikoni ünnepségekkel gróf Festetics György kultúrapártoló tevékenysége előtt tiszteleg a város. Éppen ezért fontosak a hagyományok, így a versenyprogramok mellett az idén is számos kísérőrendezvény, koncertek, előadások várják az érdeklődőket. Emellett újdonsággal is készülnek, szeretnék a fenntarthatóság és a környezetvédelem jegyében megszervezni az eseményt. A két versenynapon 5 helyszínen 20 kategóriában mérethetik meg magukat a fiatalok. A diáksereg mellett számos kísérő és érdeklődő érkezik ebben az időszakban Keszthelyre. Az előzetes egyeztetések sikeres lefolytatását követően az alapítványunk 2024. április 25 és 27 között fogja megrendezni a Dunántúl szakközépiskolás korosztályának legnagyobb kulturális seregszemlét, a helikoni ünnepségeket. Úgy gondolom, hogy az előzetes kalkulációk szerint körülbelül 2000 diák kísérői és támogatói fognak részt venni ezen a rendezvényen. A rendezvény fővédnöke az idén is Herceg Festetics György lesz, aki a helikoni láng meggyújtásával indítja el az eseményt. A helikoni ünnepségek esemény sorozata jó lehetőséget ad a feltörekvő tehetségek bemutatkozására. Ma már számos olyan ismert ember van hazánkban, aki egykori helikonosnak mondhatja magát. A tervek szerint az idén is neves személyiségek foglalnak helyet a zsűriben. A résztvevő iskoláknak a regisztrációs felület már elérhető a rendezvény hivatalos honlapján.